Gyergyószentmiklóson az örmény népírtásról emlékeztek meg a hétvégén a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt örmény római katolikus templomban. A misét követően leleplezték az áldozatok emlékére állított emléktáblát is. Az örmény katolikus szertartás szerint bemutatott megemlékező szentmise kezdetén Truca Sándor plébános a genocidium 100. évfordulójáról tartott ismertetőt. Az örmény népírtás, melyet örmény holokausznak és nagy sorscsapásnak is neveznek, örmény források szerint mintegy 1,5 millió örmény erőszakos kitelepítése és lemészárlása volt 1915 és 1917 között a muzulmán vallású törökök alkotta Oszmány Birodalomban az ifjú török kormány uralmával. Április 24-én minden évben megemlékezik az örmény közösség a szörnyűséges eseményekről. A szomorú megemlékezés fontos momentuma volt a közelmúltban elkészült emléktábla leleplezése és megáldása. Egy régi sírkő alakítottunk át egy emléktáblával, és így szeretnénk megemlékezni és hátrahagyni az utókornak, hogy ezek a szörnyű események még egyszer ne történhessenek meg. Barabás Gyöngyvér, Flesz István Örmények, Törökök, Kurdok című könyve alapján az Örmény Golgota címmel tartott előadást. A megemlékezés jegyében a nagybűn mindmáig élő kérdéseiről, valamint a megbékélési kísérletekről beszélt. Úgy gondolom, hogy a mai 100 éves genocidiumi megemlékezésnek a legfontosabb üzenete az, hogy a múltat nem elfelejteni kell, hanem sokkal inkább együttesen emlékezni, és kölcsönösen elismerni egymás fájdalmát, sérelmét, és ezt méltó helyre tenni az emlékezett tudatban. Az örmény közösség a szentmisén és a leleplezés alatt anyanyelvén is dicsőítette az urat.